Üdvözlök mindenkit! Ez egy nagyon különleges alkalom. Egy nagyon különleges személyiséggel olyan témáról fogunk beszélgetni, ami talán némi túlzással, de mindenkit érdekel. Néhány nappal ezelőtt megjelent az interneten egy publikáció, amelyben neves szakemberek tudományos alapossággal vezették le, hogy ebben a különleges pandémiás helyzetben az embereknek tényleges kapaszkodót és boldogságot ad az, hogyha kávét fogyasztanak. Tehát a kávéivás különleges hangulata, misztikuma új dimenzióba emelkedett ebben a helyzetben, amiben vagyunk. És ez tény. Mai beszélgetőtársam Varrók Xenia, aki a keleti kultúra, a keleti tudás, a keleti misztikum avatott szakértője, több területen magabiztossággal mozog. Szinte nincs olyan téma, amit az ázsiai, távol-keleti emberek életével kapcsolatban ne tudna teljes mélységébe átlátni, de mi most a kávézásról fogunk beszélgetni, és rögtön meg is kérdezem tőle, hogy szerinte milyen a jó kávé? Hú, visszakérdezhetek? Természetesen. Milyen a szép piros szín? Igen, megfogtál, mert arra se lehet egyértelmű választ adni, tehát megértettem az üzenetet, de próbáljuk meg azért, jó? Jó, a jó kávé nekem, akkor inkább így kezdem, a jó kávé nekem kávéból készül. Azt jelenti, hogy van köze a kávé növényhez, és a kávébabot dolgozták fel, szorgos kezek, megőrölték, felnevelték eleve a cserjét, megőrölték, megpörkölték, és az én csészémig megérkezik egy nagyon-nagyon magas minőség. A kávénak kell, hogy legyen arca számomra, kell, hogy legyen aromája, amiket tudok élvezni, kell, hogy legyen varázsa, kell, hogy arra az 5 percre, 10 percre, 15 percre még fogyasztom, magával ragadjon. Tehát nekem ennyi a jó kávé. Aztán, hogy honnan származik, hogy kik dolgozták fel, hogy mézese az eljárás, vagy száraz az eljárás, vagy maradt-e rajta egyáltalán cseresznye, maradvány, vagy bármi olyan tényező, amit mondjuk magas minőség esetén kizárnánk, az nem érdekes. Sokkal jobban érdekel az, hogy kivel tudom elfogyasztani a kávét. A kávéfogyasztás az társadalmi esemény, és mi mégis nagyon gyakran egyedül fogyasztjuk nagyon a kávét. Nagyon örülök ennek, hogy ezt mondtad, mert hogyha megengeded, akkor most közbe fűzném a saját tapasztalatomat. Én ugyanis Boszniában voltam katona, és ott tanultam meg, hogy a kávé az egy ilyen lelki, spirituális dolog. Ott egy kávét nem úgy isznak meg, mint nálunk, hogy lehajtják és szaladnak tovább a munkára, hanem annak van ideje, időben, térben kell rá szállni, ugye? Tehát ez akkor a beszélgetésünk elején már rögtön kiderült, hogy az elkészítés és maga a kávénak az úgynevezett mély minőség, az nem is annyira fontos, mint ami körülötte van. Vagy tévedek, hogyha ezt gondolom? Szerinted? Miután óriási nagy tömegek fogyasztanak úgynevezett commerce kávétermékeket, azt gondolom, hogy bántó lenne az ő általuk fogyasztott kávét bármilyen módon is degradálni, és azt az értékrendet társítani hozzá, hogy ez nem ér semmit, vagy nem adhatja azt az élvezetet, amit mondjuk a speciality kávék adnak. Ezért igen, azt gondolom, hogy ha meghívnak egy kávéra, bármi van a csészében, a meghívás az sokkal fontosabb, mint magának a csészének a tartalma. Mi, akik ebben a világban nagyon-nagyon belástuk magunkat az adatszerű ismeretekbe, és tényleg minden egyes atomja fontos a kávé aromáinak számunkra, és ismerjük az összes folyamati tényezőt, ahogyan lehet növelni egy kávénak a minőségét, nálunk óriási differenciák vannak azok között a kávék között, amelyeket mondjuk egy nagykereskedelmi forgalomba vagy kiskereskedelmi forgalomba meg tudunk vásárolni, és azok között a kávék között, ahol konkrétan ismerjük a termelőnek a szeme színét, és mindent tudunk, hogy a kávé a domboldal napos vagy árnyékos oldalán lett szüretelve, hány szem volt ezen a bokron, és hány darab píbori van benne, ami azt jelenti, hogy az ágvégi gyöngyszem, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy nagyon bolond módon tudunk a kávéhoz is közelíteni, mint bármi máshoz, amiben az örömünket szeretnénk lelni. De és a keletiek, ott, ahol tudomásom szerint
több hónapot, talán éveket töltöttél el, ugye? Nem tévedek ez. Éveket. Éveket töltöttél el, és alaposan tanulmányoztad egyebek mellett ezeket a hagyományokat is. És szerinted a keleti ember, ahogy viszonyul a kávéhoz, az nagyban különbözik ahhoz, ahogy az európai ember viszonyul hozzá, mert igazából itt is van kultuszát, például a bécsi kávét, ugye tudjuk, hogy az egy legenda, és az olaszországi kávé, tehát én Palermóba egyszer ittam egy olyan kávét, hogy az megszólalt, és hét nyelven beszélt, tehát azért nekünk is vannak itt ilyen különleges értékeink, de azért miben vagyunk másak, mint a keletiek ebben? Hogyne, a mi kávékultúránk az 1600-as évekre tekint vissza, gyakorlatilag a török hódoltság idején került be a bécsi udvarba, és a kávés nyitották meg 1683-ban az első bécsi kávézót, ahol a törököket aztán kiűzték, de a kávé az ott maradt, és kedvenc italává vált a bécsi arisztokráciának. Onnan kaptuk mi meg itt Magyarországon, és valóban egy nagyon szűk társadalmi rétegnek a fogyasztási élvezeti cikkévé változott azokban az időkben a kávé. Így aztán kapott egy rangot, valamiféle olyan kiemelt élelmiszeri halmazi státuszt, amiben gyakorlatilag fölötte van más termékeknek. Így is hívjuk, hogy élvezeti termék. Tehát nem azért fogyasztjuk, mert szükségünk van rá, persze szükségünk van rá, de hogy nem az életfunkciókhoz van szükségünk rá, hanem azért, hogy jobban érezzük magunkat. Ezzel szemben a keleti kultúrában minden tápanyag egyben gyógyanyag is. És gyakorlatilag ők mindent azért fogyasztanak, mert a szervezetüknek biológiai, élettani hatás szempontjából és egészségmegőrzés vagy visszaállítás szempontjából van szükség rá. A kávé kultúra nem annyira elterjedt. Valahogy a kínai régióban nem jutott el még azokban az ősi időkben. Mert a tea uralkodott, igen, és nem volt szükség olyan izgató élvezeti szerre, ami ugyanazokat a metilxantinok által hozott izgalmi hatásokat tudja kiváltani. A koffeinre gondolok itt a kávé esetében, a tea esetében további metilxantinok vannak benne, aminek nagyon bonyolult neve van, teljesen felesleges is megjegyezni. Ne fárasztok a nézőt vele. Őket, ne fárasztok őket. Tehát ott nagyjából négyszeres az ilyen izgató anyag hatása van a teáknak, ezért nagy tévedésben vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy hát én nem kérek kávét, inkább kérek egy fekete teát helyette, mert hogy szeretném a koffeint elkerülni. Nos, nem fog sikerülni. Szóval, hogy ők azért fogyasztják a kávét, és ez most már az újkori ismeretrendszerbe került be, mert a kávét máj támogatónak tekintik. Tehát azt mondják, hogy a kávénak vannak olyan hatásai, amelyek gyakorlatilag... És ez igazolt, ezt a tudomány alá támasztotta? Igen, igen, igazolt, igazolt. Gyakorlatilag a kávé esetében is egy őssejt hordozó termékről beszélünk. Bár ezzel nem foglalkozunk, meg igyekszünk elégetni ezt a hatását, de egy babról, ami eszencia, gyakorlatilag egy olyan anyag, amely az élet csíráját hordozza magába. Hogyha a kínai orvoslásra tekintek, akkor minden olyan anyag, ami eszencia hordozó, ami az élet csíráját hordozza magába, az a szervezetben is azt a szervrendszer támogatja, amelynek az a feladata, hogy az eszenciát, azaz a vér alakos elemeit, az immunrendszer elemeit előállítsa. Tehát nem csak a májra hat békítően a kávé, mert gyakorlatilag hirtelen összehúzza, majd azt követően kitágítja az ereket, és a májnak a feszültség fokozó állapota ellen hat egy ilyen érellazító hatással, hanem a léprendszerünkre is pozitívan hat a kávé. Csak ezeket a kínai elveket nem nagyon szoktuk emlegetni a kávéval kapcsolatosan Európában. Például, amit most mondtál, az számomra teljesen újszerű, ha bár nagy kávérajongó vagyok, és mindenfélét összeolvastam ebben a témában, de ezt konkrétan, ilyen alaposan még soha nem hallottam, és arra gondoltam, még hallgattalak, hogy nem tudom is, mi a véleményed ezzel kapcsolatban, hogy ez a cikk, amit említettem, hogy nemrég találtam a neten, hogy most a tudomány is teljes mellbedobással kiállt a kávéfogyasztás mellett, és mindazon túl, amit említettél, hogy milyen jótékony hatása van a pszichére, és milyen jó hatást gyakorol. Tehát nem lehet az, hogy ezt várják, egyfajta gyógyírszerű hatást várnak az emberek ebben a covidos világban a kávétól, tehát hogy van egy fajta ilyen elvárás is a kávéval szemben, ami egyébként tényleg egy csodaszer, tehát amit most hallottam, tőle ennek fele is elég lenne ahhoz, hogy csodaszerként kezeljük, de lehet, hogy a reményeink egy kicsit túlzottak vele, vagy hogy vagy ezzel, vagy nem így van ez?
Azt gondolom, hogy mi most a 21. században nagyon-nagyon zagyva kort érünk meg. Ez azt jelenti, hogy elképesztően megnőtt ez az információs zaj, ami körbevesz bennünket. Gyakorlatilag sohasem vagyunk egyedül. Ha a külső zaj lecsökken, mert hogy pihenőidőnk van, akkor a belső zajunk felszokott erősödni, mert egyszerűen annyi emészteni való információval találkozunk nap mint nap. Ha ránézzünk a világ történéseire, akkor most úgy érezzük magunkat, mintha egy hatalmas ciklonnak lennénk a magjában, a kellős közepén. Minden örvénylik körülöttünk, és nincsenek megpihenés helyzeteink. Gyakorlatilag a kávéval kapcsolatos szokásrendünk az, hogy leülünk, egymásra figyelünk, vagy leülünk és egyedül vagyunk, és a kávé elkészítésnek az idő idejére koncentráltan ott vagyunk abban az időben, és nem máshol, és nem volt korábban szokásunk ilyenkor a telefont böngészni, vagy híreket olvasni, hanem beszélgettünk, és a beszélgetésnek mindig az volt a fő magja, hogy hogy vagy. Igen, és a hogy vagy, az egyfajta ventilációs helyzet volt. A másik ember tudta összesűríteni pár mondatba az állapotát, tudta hangsúlyozni belőle azokat a nagyon-nagyon fontos érzelmi és gondolati momentumokat, amelyeket mindenképpen meg akart velünk osztani. Ilyen módon a kávénak van egy nagyon erős lojalitás és kötődés szerepe az életünkbe. Persze a mai világban a kávéfogyasztás az már nagyon gyakran egy ilyen reggel kapjuk be, ébredjünk fel, félzokni a lábon, fogkefe a szájban, és nem tudom én, a táskába pakolom a gyereknek a szendvicsét, miközben az elmászó két heti másik szendvicset eltávolítom belőle. Tehát hogy valahogy ez is egy ilyen zagyva történet lát, de az látszik, hogy az emberek megpróbálnak visszatalálni a kávénak a rituáléjához. Rengeteg kávézó nyílt most az országban, akár a régi, a 2000-es évek elején, illetve bocsánat, már a 70-es években elindultak ezek a nagy kávéházak, a Starbucks és társaik, ahova szívesen ültek be az emberek. Itt a 2000-es évek elején pedig a pici kávézók nyíltak meg, ezek az úgynevezett speciality kávézók, ahol valóban nagyon kis tételben, de nagyon-nagyon sokat tudva magáról a kávétermékről, nagyon magas minőségű kiszolgálásban lehet részünk. Tehát az emberek elkezdtek visszatalálni ezekhez a beszélgetés helyzetekhez. Szívesen ülnek be, szánnak időt másokra. És ez gondolod, más kérdés, hogy beszélgetnek? Én úgy látom, hogy ott is csak a laptopjukat és a telefonjukat. Igen, na, ezzel akartam befejezni, más kérdés, hogy elmennek, és továbbra is a telefonjukat böngészik. Három mondat váltása után fotózzák a kávéhabot, a másikat, sajnos, ahogyan issza és habot vagy bajszot rajzol a hab a szája köré, és aztán feltolják a szociális médiába, és ki van pipálva a kapcsolat. Sajnos. Igen, változik a világ. Visszakanyarodnék akkor a balkáni kávés tapasztalataimhoz. Okay. Ugyanis az volt a divat a 70-es évek, amit emlegettél, amikor én ott voltam, hogy annyira szűk ilyen kafanák voltak, például konkrétan Trávnikban, hogyha beültél, két asztal fért el, maximum három a helyiségbe, és az embereknek összeért a válluk, tehát idegeneknek. Igen. És ez fontos volt. És kötelező volt beszélgetni. Tehát ott egyrészt lassan készült el a kávé. Az is érdekes volt, hogy nem azonnal leeresztette a presszógépből, hanem szépen lassan elkészült, addig már rá kellett készülődni, beszélgetni, megismerkedni, és akkor amíg szépen magunknak kiporcióztuk, ott ismeretségek kötődtek, és talán ez az, ami nagyon hiányzik ebből az egészből, és hát nem tudom, hogy miként vélekedsz, de én nem vagyok valami túl jó véleménnyel a magyar kávékultúráról, ugyanis itt ez olyan felemás, az, hogy amit emlegettél, ezeket a minőségi anyagokat, nagyon igényesek vagyunk a nagyon jó kávé iránt, tehát nem iszunk most már akármi cikóriát, meg ilyeneket, de ez a háttere, ez nincs meg. És talán a világ olyan szinten alakul, hogy másfele is egy kicsit lenyomja ez a multimédia, meg ez a kávéházakba betolakodó, mit tudom én, interaktivitás. Konkrétan Törökországban volt egy olyan csalódásom, hogy hát úgy élt bennem, hogy Törökország a kávé őshazája, török kávé, fekete leves, és amikor kávét kértem, akkor olyan nem nagyon lelkesedtek érte, tehát kiderült, hogy a kávé az ott nem annyira megy. Iszták ezt az almateját, mindenfele azt iszták.
és olyan térvesztés volt ez számomra. És az még úgy bennem van egy ilyen kérdés, vagy egy ilyen kérés, biztos, hogy tudsz rá nagyon jót mondani, hogy mi a véleményed az accos kávéról, mert amit eddig beszéltünk, az talán inkább az ilyen konszolidált urbánus kávéra vonatkozik, ami gépből jön ki, steril, megfelelő komponensekből áll össze, de hogy az ember összerottyantja magának accosan, és levezeti a tűzre, és megissza, az is annyira hasznos és jó, mint a... Teljesen. Igen? Tehát nincsen különbség közte. Na, azt kell, hogy mondjam, iszom. Hogy... Oké, egészségesre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az úgynevezett török, vagy balkáni, vagy észak-afrikai kávé elkészítési kultúrának is van ma már hagyománya. Pont a speciality világa hozta be, ők varázsolni akarnak, ők oda akarják kötni a vendéget hosszabb időre. Ezért előtérbe kerültek azok a kávé elkészítési kultúrák, a módszertan, amikor magánál az asztalnál készítik a kávét, vagy pedig egy kiemelt helyen, tehát nem egy gép mögé bújva, húzgálva akart, gyakorlatilag 30 másodperc alatt lenyomva a csészetartalmát, hanem valóban ez a homokon át forralt, jazzva, igen, és abban jazzva, fel kell lobogni a víz. Pont, igen, pontosan, igen. pontosan. És azt látom, hogy a vendégek nagy örömmel nézik ezeket a technikákat, és ilyenkor bele is feledkeznek. Tehát persze előkerül ilyenkor is a telefon, meg a felvétel az első kettőnél, de utána, amikor harmadszor, negyedszer jönnek, és kérik ugyanazt az elkészítési módot, akkor gyakorlatilag már oda koncentrál arra a világra. Az, hogy benne marad az acca, az azt jelenti, hogy tovább ázik. A kávé ízvilágához fog hozzáadni. Hogyha megnézzük egy kávé elkészítésének a nagyon egyszerű technikáját, az azt jelenti, hogy mondjuk 10 g kávét 25-30 másodperc alatt nagyjából 25-30 millilitert fog kiadni nekünk egy jó kávégép. Hogyha az első 10 másodpercet nézem, akkor az első 10 másodpercben jönnek le az olajok, a krema, a kávénak a habja, az aromák, azok a nagyon-nagyon finom és hasznos anyagok, ami miatt a kávét isszuk. A második 10 másodpercben jönnek le az ásványi anyagok, tehát a száraz anyag akkor fog távozni. És az utolsó 30 másodpercben pedig a savak, a klorogénsav és a koffein is ekkor jön. Hogyha ezt az utolsó 30 másodpercet még tovább nyújtom, mert benne marad a száraz anyag magában a vízben, mint mondjuk a török kávé elkészítésében, akkor az azt jelenti, hogy magasabb lesz a koffein kiázása, de azoknak a savaknak a kiázása is, csersavaknak a kiázása is, amik azért egy kicsit ilyen torokkaparóak. Mi ott a Balkánon megszoktuk ezt az ízvilágot, és nem zavar bennünket. Vannak azért most már úgynevezett új hullámos fogyasztók, akik ezt is kérik, hogy nagyon gyorsan szűrjék le a jazzvából a kávét, hogy ezeket az utolsó szakaszi szárazanyag tartalmakat, ezeket ne érezzék meg a csészéjükben. Úgyhogy ennyi. Ez igen, is egy művészet. És hát arra se feledkezzünk meg, hogy ennek az úgynevezett zacsos kávénak, ami nekem a szívügyem, hogy ennek van egy olyan hozadéka, hogy biztos emlékszel rá, hogy abban a régi szép békebeli időkben az aszból jósoltunk. Tehát ugye? Ilyen bort csinálta jósok, hát egyszerűen úgy kellett, ugye, hogy föl kellett fordítani a megmaradt zacsot, és akkor bele kellett nyomni az ujjat a kis tányérre, ami kifolyt zac, és akkor abban lévő formát összevetették azzal, ami a csészében megmondott. Jól emlékszem rá? Pontosan, ugye, én gyerekként volt, rengeteg ilyen, ilyet lestem a konyhaajtóból, ahogy az anyukám a szomszédasszonyokkal összebújva, súgva, folyamatosan az összes ilyen találkozásnál előkerült a végén ez a fantáziavilág. Nekünk tiltva volt a kávéfogyasztás, még bele se lehetett nyalni, az volt a családi legenda, hogyha a gyerek kávét iszik, akkor macska farka nő, és akkor így ettől ez még vágyottabb dolog lett, mert hogy nem tudtuk elképzelni, mikortól nő, vagy meddig
vagyunk még veszélybe, és mikor jutunk el majd oda, amikor felnőtté avatódunk, amikor már nem lesz macskafarok, mert azt nem tudtuk elképzelni, hogy hogyan fogják leműteni. De valóban ott volt mindig ez a fantáziavilág mellette, mert az ember valahogy úgy tudni akarta a jövőt, és ehhez maga a kávénak a fogyasztása is így, hát meg a közösség. Igen, igen. Ott voltak a nők együtt, és így ki lehetett csicseregni azokat a titkolt vágyakat, a nem tudom, ki kit látott, és kire kacsintott rá, és mi dobogtatta meg a szívét, és akkor nem tudom, ilyen témák kerültek ilyenkor terítékre. Hát igen, és az, amit mondtál, hogy ezek a benne rejlő komponensek, amit én képtelen vagyok megjegyezni, de hát te annyira szakértél, vagy annyira benne vagy ebben, hogy vágod a nap bármely szakában, de hogyha ezt a fajta gyógyító hatást összevetjük azzal, ami spirituálisan is segít, lök rajtunk, ugye, egy ilyen társaság, hát talán az a legjobb gyógymód, hogyha találkozhatunk és kibeszéljük egymásnak a dolgainkat, a bajainkat. Tehát a pszichológia is gyakorlatilag ezen épül, hogy elmégy és egy embernek kiöntöd a lelked, ugye, és talán a kávéhívás az kicsibe ugyanez, hogyha nem tévedek nagyot. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az én életem az ilyen kacifántosan alakul, hogy vagy segítő foglalkozásban dolgozom, vagy amikor onnan kikacsintok, akkor vagy a kávéval, vagy a teával foglalkozom. Aztán megint visszakanyarodok ahhoz, hogy szomatikus és pszichés kérdésekben segítek embereken. És teljesen varázslatos nyitásokat szokott hozni, akár egy te, akár egy kávé, amikor elakadás helyzetekben ülünk, amikor nagyon nehezen alakul egy bizalom, vagy kényes témákhoz érkezünk meg. Én erre emlékszem, hogy a Balkánon például üzletet kötöttek a kávéval. Tehát, hogy amikor megérkeztek a döntési pillanathoz, amikor ki kellett mondani azt, hogy most elköteleződnek valami mellett, akkor azt mondták, hogy most menjünk át a kávéházba, és onnan ott folytassuk ezt a beszélgetést. És az üzlet mindig ott került megpecsételésre. Egy készfogás mellett nem kellett papírt, nem kellett aláírni, nem kellett pecsételni, semmit nem kellett. Ha kávét ittak, és a kávé mellett elköteleződtek, akkor ez megtörtént. Én valahogy ennek a szellemiségét hozom vissza a gyógyító kultúrámba. Tehát aki velem szemben ül, bármilyen elakadás helyzetben az életében, akár a testi vonatkozásban, vagy lelki vonatkozásban, én oldom mindig azt a helyzetet, amiben nehéz beszélni, hogy kitöltök egy csésze kávét. Igen. És onnantól kezdve valahogy más a hangulat. Ott kapunk egy ilyen plusz tartalmat, ami ezt a döccenőt segít áthidalni. És hogyha mondjuk záró gondolatként, mert most már tényleg olyan körülbelül ott vagyunk, hogy a virtuális pincér ki tessék el bennünket ebből a virtuális kocsmából, hogyha záró gondolatként, vagy inkább kérdésként megkérdezném tőled, hogy ha választanod kéne, de úgy őszintén, akkor vagy melyikre voksolnál nagyobb szeretettel, vagy nagyobb hittel a kávéra, vagy a teára. De most nem azt a választ várom, hogy hát erre is, meg arra is, hanem érted, hogy döntsd el. Tehát a mérleg az elbillen. Most azért beszélek ilyen hosszan, hogy hagyjak időt egy kicsit gondolkodni. Mondhatod azt is, hogy a te nem fogok megsértődni, mert tudom, hogy nagyon sokan fogják nézni ezt a filmet, mert már jelezték, hogy ők meg fogják nézni, de ők te a pártiak. De ha Nem azt várom tőled, hogy az egyiket becsméreld, és a másikat fölmagasztos is. Nem, azt nem fogom, hanem, hiszen mind a kettő szívemben van. Hanem, talán mégis ez, vagy mégis az. Nem azt kell elővenni most, hogy melyik hasznosabb, vagy gyógyítóbb, hanem okay. úgy mindent. Okay. Most már elbeszéltem, most már megmondod. Picit hosszabban tudok erre válaszolni, nagyon de igyekszem vagyok. Nagyon összeszedetten. Mélyebb gyökereim vannak a kávéhoz. A teával kapcsolatosan a gyerekkori emlékeim betegséghez kötődnek. Tehát akkor itattak meg bennünket teával, hogyha borzasztóan átfagytunk mondjuk egy hógolyózás vagy szánkózás idején, és ezt a mézes citromos teát adták, de mindenképpen betegség idején citromos mézes teát vagy cukros teát kaptunk, fekete teát. Tehát, hogy nem jó emlékeim vannak a teához kötődnek.
kötődve. Viszont itt a felnőtt koromban a teának olyan széles palettáját ismertem meg Kínában élve. Annyi mindent kóstolhattam meg, olyan nüansznyi különbségekre, mint kincsekre leltem rá, hogy egyszerűen nem tudom a teát sem elengedni már az életemből. Én minden nap teázom, és minden nap kávézom. A tea is jelen van az életemben, a kávé is jelen van az életemben. És mondjuk akkor úgy, hogy délelőtt a kávét szeretem, és délután meg a teát. Ez hát így nagyon van. Ügyesen kikerült, de nagyon, igen, tehát megértettem, igen, van valami plusz, valami háttér, ami mindig a döntéseinket befolyásolja, és hát talán lehetne így is bezárni ezt a szerintem nagyon kellemes beszélgetést. Én nekem lassan el is fogyott a kávém. Az enyém is, igen. Egy ilyen nagyon mit különleges bögrém van, most mellárulom, hogy megmutatom, hát ha ez okay. Egy rodostói emlék, onnan származik ez a bögre. És hát kizárólag zaccos kávé fő benne. Alexénia, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és ha lesz rá érdeklődés, igény, akkor talán még majd egyszer megkérlek, hogy ugyanezt valahogy a teáról is, vagy a kávé és tea nélküli keleti kultúráról, arról a világról is beszélj, mert az legalább, ha nem százszor jobban érdekel mindenkit. De hát most a kávé ideje van, pandémia van, be vagyunk zárva, most 7 óra van, 1 óra múlva kezdődik a kijárási tilalom, úgyhogy ha nagyon igyekszünk, akkor még ebből a virtuális kocsmából addig hazaérünk. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő volt beszélni erről a témáról is, és bármi más téma érdekli a hallgatóságot, akkor itt vagyok, és nagyon-nagyon szívesen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönök mindent, és hát ezzel köszönök el az érdeklődőktől. Ez egy olyan videó, amire lehet reagálni, föl lehet iratkozni a csatornára, lehet lájkolni, lehet kommentelni, kérdéseket intézni. Igyekszem mindent megválaszolni, és hogyha kedvező lesz a fogadtatás, akkor ezt a programot majd folytatjuk valamilyen módon. Mindenki vigyázzon magára, zárkózzon be, tartsa magát távol a vírustól, és amennyire lehet nyugodtan, kiegyensúlyozottan élje az életét. Sziasztok!